Üdvözlök ismét mindenkit nagy szeretettel, ez itt a Kotor végjátszásának soron következő epizódja. Az utolsó részben a szidbázison gorázdálkodtam, megtértettem pár szálkát fiatalt, és nem célzok mást, mint ezt az álmokfutást folytatni, aminek a következő állomás, hogy látom néhány, illetve egy darab egész pontosan szálkát apprentice és kettő droid likvidálása. Nem tűnik kifejezetten egy nagy kihívást jelentő szobának, úgyhogy csak úgy rohanjunk rájuk. Nem nagyon fogok itt taktikázni, ez a Whirlwind az elég cheat. Ezt mondom, a Master tudja az... hát ezeket... Fuha, ezek padlót fogtak, de keményen. Szétaprítottuk szó szerint droidokat is, jól van. Még egy kis healt. Nulltal szöcsém. Na. Azt hittem azért a tanítványoknál van valami. Néhány kredit. Vagy valami kard, vagy hasonló, de hát, na mindegy. Ha nem, hát nem. A térképre nézve, hogy itt lesz valahol, hát szerintem lassan vége ennek a pályarésznek. Meg van egy másik, ahol még itt nem jártam. Valahol ide. Hoppá. Hogy jutottál be? Várj! Téged ismerlek. Felismerlek. Hát Lord Malak ugye nem örült, amikor megtudta, hogy elmenekültél élve a Tarisról. Nagy jutalmat ígért annak, aki elpusztít téged. Mester, add meg a megtiszteltetést, hogy segíthessünk elpusztítani a szitek ellenségét. Ahogy kívánod, vagy ahogy kívánjátok, lelkes tanítványaim. El kell, hogy távolítsuk ezt a tüskét Lord Malak oldalából egyszer s mindenkorra. Ez már egy picit keményebb csatának tűnik, úgyhogy alapozzuk még kicsit a hangulatot. Még egy gránáttal. Úgy látom, pisztolya van náluk, úgyhogy sima shieldet fel kell nyomnom azért. És akkor kardozgassunk. Bastia, neked is jól megy az a Whirlwind, úgyhogy légy szíves. Ja, hát igen, előtte áld meg a csapatot. Így is, úgy is. Aztán neki igen. Aztán kardoz le. Mission, te meg segítség gránáttal szintén, ha látnám is, hogy milyen gránát, nagyon jó az a felület. Poison, az jól tűnik. Még poison, egy shieldet, aztán lőjed. Akkor lássuk. Fú, csúnyán kezdődik. Sok az erővillám. Na. Gyerünk. Gránátok nem nagyon hatották meg a Jedi tudnáton. Vagy besültek, vagy lepattantak a ruhájáról, nem tudom, mi történhetett. Ezek a villámokat én megéreztem. Na, találjuk meg a gyerekeket. Basztlam, jön megpusztul már elnézést a kifejezésért. Mondok egy hílet így közben akkor. Ha már ő nem híleli magát, pedig ő is tudná egyébként, de mindegy. Szereti a kihívásokat. Na jó, srácok. Na. Mennyire bélnek vagyunk, el se találjuk. Szerettem az ilyen információkat itt kiírja, ugye. Akkor szkíre megyek, mert atak lenne a neve mondjuk, hogy save the zárnát lenne, elég hülyén néz ki, de nem mindegy. Ó, Istenem, ezt a bénázást. Jó, hogy nem nehezebb fokozta. Mennyit misszelek? Nem hiszem el. Ó, nem már. Ennyire rossz a dex bónuszom? Nem tudom, az armorom miatt, vagy alapból béna vagyok. Ez hihetetlen, egészen hihetetlen. Istenem. Akkor Bastila... Ja, neki még nincs erőpontja. Uh-huh. Nem tudok valami csinálni, mert igen, mert az álmodom miatt nem is nagyon tudok mit használni, magam is kardulásra gyúrtam inkább. Igen, ez a nehéz páncélos kardos vagyok. Érdekes egy kombináció. Valamire Bastilát targetelte be a Jedi. Na. Istenem, hát ezt nem hiszem el. Eset találom. Mit csináltam én? És még valami áldás is van rajtam ráadásul, úgy. Hát ez szállom volt. Nem tudok jobb szót mondani. 50 XP-t adott az meg valami ezret? Vagy csak 100 volt? Rosszul láttam, nem tudom. Crystal Luxum. Hát jól be talán a kristály jó van amire. Vagy az sem. Ajajaj. Meg kell néznem a dex bónuszomat meg így a... Az armorom. Tudom, hogy ez heavy armor, és hogy valami plusz 1, 2, max 3 dexet enged, nem sokat, de úgy emlékszem, hogy nekem amúgy se volt valami über dexem. Hoppá.
Nézzük csak. Aha. Azt mondja, hogy... plusz egybe vagyok, de ez már úgy tűnik, hogy lekorlátozott. Mi van, nincs armorom. Akkor plusz kettő vagyok, igen. Hát ez nem annyira kellemes. Hát a Davik armorjába kéne lennem. Igen, a picit kevesebb, úgy látom a reziszt. A Kronordi az egész kemény. Meddig később védelhető? Azt hiszem, az nem. Azt hiszem, az nem, de még így is jobb a Dex bónuszom. Lehet, hogy egyelőre cserélek, ez nagyon, nagyon lehangoló volt. Wow. 5 plusz 5-ös 10 és 10 lemel, és 6 plusz 4 cold. Az is light. De ez jobb. Csak a Dexit nem korlátoztam le, nem korlátoztam le, nagyon jó. És szerintem Bastilán pedig Jedi Rogue van, amit nem fog tudni cserélni. Igen, ezek már rosszabbak is. Hm, 5 plusz 5-ös. Ez is lekorlátozom, Light Armorra nézzük csak. Igen, valamit már itt sem enged, az a baj. Ó, vagy, ja nem, vagy csak Force ponton nincsen. Ó, jól van neki a kis Armor. Jó, hát ezt most meg kéne várnom, hogy lesz a Force pontom, akkor engedi a többi skillt, Force Valort és a Force Shieldet. Mert ha igen, itt ír ki a nyomják a Restitbe Armorra, ha. Hát ez gáz, sajnos. Ez gáz, úgyhogy vissza kell vegyem a 3 plusz 8-as. Aha, Dark Jedi Robe... Dark Jedi Master Robe elnézést, tehát a Sötét Jedi Mester köpenyében van, jól van, találó. Mindegy, ennyit az armorokról, ne húzzuk tovább az időt vele. És itt van a végső terem. Ellenfél nincs. És úgy látom, hogy... letapad. Quest update nincs. Szóval ez milyen datapad is volt? Ugye a datapadért jöttünk, amit elvileg egy droidból kiszedtek. És azon vannak fontos információk. A felfedezésről. Datapad... nincsen lilák datapad? Akkor melyik? Krónod... hopp, azt hiszem ez az, talán. Igen, ezen volt rajta, úgy, hogy megléptünk Bastilával a Tarisról, és a nagy vérdiat tűztek ki a fejünkre. Hopp, az egy másik, azt hiszem. Azt hiszem ez az. Persze, a Notes of Dark Jedi Master in Charge of the Sith, nézzünk már, aha. Since the Sith have been trying to turn impressionable young Sarkat over to the dark side, gondolom én, így van. Aha. Az volt a végső terv. Hoppá. Az a lényeg, hogy a Sarkat fiatalokat elkezdték becsapdigatni a Sith-ek, és az volt a tervük elvileg, hogy utána ezeket az úgymond agymosott Sarkat fiatalokat ültessék kormányzati pozíciókba, és ezekkel egyúttal így a Sith-eknek egy ilyen báb kormányát létrehozzák Manánon. Ami hát nyilvánvalóan nem kecsegtetett túl szép dolgokkal. Erre nekem volt questem, azt nem tudom miért nem villant be erről, hogy hát valami fontos bizonyítékot találtam arra, hogy a Sith-ek agymosást folytattak, na mindegy. Erre majd még visszatérek, ha nem felejtem el. Itt azt hiszem a... igen, az átprogramozott droidok lövöldöznek, semmi gáz. Azt kivéve, hogy áó. Hogy hülye vannak átprogramozva ugye, és néha rám lőnek. Látszik is ugye, hogy így rángatóznak kicsit. Hát így hol erre targetolnak, hol arra. De reméljük, hogy a Dex bonuszon az most már meg lesz. Mivel ez ilyen nagyon ködös folyosó rész, nem is tudom, jártam-e őszintén itt, azt hiszem, hogy nem. Valamennyire meg mégiscsak felfedeztem, szóval mindegy. Ó, Istenem! Srácok, nyugi! Nem kell agresszívoskodni, nyugi! És hogy neked se kell meghalni, köszi! Nem szeretném, itt maradjál. Nem. Ül. Bastila, ül. Mit csinálsz? Na. Semmit ne tegyél. Te sem.
Tűnjetek innen, na. Tűnés. Nem látta semmit, na. Itt vagytok? Hát azt nem hiszem el. Jó, oké. Köszönöm. Egy kis hia. És akkor... erre mentem volna. Most még jönnek is utána, nagyon jó. Jártam már egyébként így, hogy nagyban szaladtam. Betámadtam így a szobába, és akkor körülnéztem, és nem mutatott senki mögöttem. Na, hát az jó érzés. Ugye ez a klasszikus példa, amikor az embert úgymond még cserben hagyja a barátja, vagy hasonló, hát valami ilyesmit érezhet, ugye csak képetesen átvitt értelemben. De. Na, itt van mindenki, majdnem maximum erőben. Hát nem is tudom, milyen szoba lesz ez. Mindegy, nem nyomok el semmit. Hopp, aha. Egy harci droid, hát ha mission fel tudja szerelni, feléleszteni. Reaktivét, mennyi riperem van? 30, nagyon jó. Akkor azt mondja, shieldek, weaponök, targeting system és őrjáratmód. Maximálisra felerősítettük. Na hajrá, droidkám. Indulj el, arrafele, jófele mész. Nézd. Hoppá, ma lesz is mit lelőni, azt hiszem. Au, srácok, srácok, mi van itt? Jajajajaj. Sok az energia fegyver, nyomjunk egy shieldet. Mondom, nyomjunk egy shieldet. Mi van itt? Shield, köszönjük szépen. Na. Oké, veszélyt, nyomjál le egy ilyen shieldet mondjuk. Aztán egy ilyet is nyomhatsz, aztán egy shieldet is, mert mindjárt meghalunk közben. Köszi. Én meg nyomom a kardozást. Már kemény vagyok. Látom a shieldekből, csak én nem kaptam, túl messze voltam, tök király, na mindegy. Ez az, egy elit lecsapva. És lecsapva. Jó, én nem már szerintem sima ügy lesz. Na. Nem misszeltem annyit, hogy jól emlékszem, ugye? Hát, missz megint jó. Hát. Backstreet-ről kicsit erősíteni kéne, úgy látom, elég lehangoló, finoman szólva az eredmény. Pedig most ugye a Dexbonosomat megkaptam, azt a kemény kettőt, ami van. És itt volt a data modul, ami ugye egy ilyen droid roncsban volt, tehát valószínűleg ez az, amiért jöttünk, most megtaláltuk végre. Itt voltam, hogy csak akartam utolni. Oké. Okay. Ott valami maradványok, és azt hiszem, hogy itt ennyi. Igen. Na ez a droid, mondjuk ez már nem faulty, már elnézést. Azért szerintem. Jó. Ezt az ajtót mindjárt kinyitjuk úgy szintén. Droidunk remélhetőleg besétel. Au! Help! Kapd el az őrjáratoddal, öcsi. Nem már, hogy ez egy terembe őrjáratozik. Még basztát ki is nyírják. Jaj, de jó. Hát ez a... Mark 4-es Assault droid, ez úgy tűnik, hogy erős. Szerintem srácok. Nem érdemes ölni. Ölni? Harcolni. Huha. Oké, ez rossz taktika volt. Azt hiszem itt a mentés vissza is tölthetjük. Úgyis mindjárt meghalok. Ezért jó sűrűn menteni. Sajnos minden ajtó előtt érdemes. Na, egy halálhörgés még belefért. Jól van, szuper. Ezt a szerencsétlen droidot felszereltem, és nem hajlandó máshol jelatozni. Nagyon jó, tényleg. Happy vagyok. Most azt fogom csinálni, mivel tudom, hogy mi következik, hogy nyomok mindenkire energy shieldet, ilyen steampack-kel, Bastia felnyomja az Uber, micsodáját, Uber shieldjet, meg mindent, aztán kész. Na, akkor energy, jelen. Nyomjunk minden magunkban, mi van. Strength-t is persze. Ez a sincs energia, izen, shieldem, nem igaz már. Na. Aha, szerintem is nem még tart az Energy Shield.
I'm here. Most mentünk egyet, ez a csata előtti mindent magunkra nyomtunk. Nem tudom, mi meddig tart, megmondom őszintén, de talán túléljék a csata első pár másodpercét. Így már, na jó, és akkor mindenkire targetol, remélem, ugye? Bastila, te ugorjál. Vissza kezdem, ez most komolyan. Disable droid, nem rossz. Többit rám bízom, hát felé bízom, üssel, az kész. Missionnál pedig mi csináljunk? Dobjon mondjuk erre egy Sonic. Azt mondom, Sonic úgy álljon. Valamelyik volt az egy droid killer. Nem tudom melyik mindegy, úgyhogy... Csak nyomjad neki, aztán kész. Szuper, ez a disable droid úgy látom hatott. Áj, ez a sugár, az nem tetszik. Na nem is szeljen már azért az álló droidot, ez most komolyan is sérül. Na jó, többiek is azt hittik, akkor üssük. És mindjárt megdöglik, jaj, de jó. Akkor azt üssük, mert nem mission is azt hittik, mert nem tudom miért, mindegy. Nyomok egy healt, mert megdöglünk, nagyon jó, és akkor... hajrá. Na, gyerünk már. Már mindenki azt hittik. Visszadéset, amit tőlem is terít, nagyon jó. Ezek nem nagyon sérülnek, ezeket jól van leprogramozni. Mármint, hogy értitek, mire gondolok. Au, ez egy fájdalmas csata. Szó szerint, au. Nem 5 lépéssel később gyógyítgatunk, hát nem vicceljen a meghalunkat. Nyomjad a hírt, nyomjad a hírt. Lepotyognak a shieldek rólunk. Nem is tudom, mert milyen shield kéne már. Talán se tudja, se tudom, milyen elementál sebeznek, megmondom őszintén. Ez egy elhúzódó harcok sosem jó. Nincs erőm se. Jaj, de jó. Igen, a gyógyítás jól nyomod. Az valóban kéne. Aztán egy ilyen shield, aztán egy másik shield. Aztán egy disabled droid, aztán üsset. Üssetek már ezt a szerencsétlen droidot. Ajajajajaj. Nem volt sok gyógyítás, de... Élt túl még egy Bastion, gyerünk. Üssétek már le. Mission is megdolik közben, jaj, de jó. Áj, pedig már nem sok kéne. Írjátok ki. Gyerünk már. Ez az. Örülünk a szintlépésnek, de majd később elintézzük. Ezért Metroid az a lényeg. Meg egy hia. Missionnek is legyen egy hia, aztán üssön. És lőjön, na. És magamnak is kell egy hia. Oké, és nyertünk egy kis időt. Most már csak egy valaki lő minket, szuper. Hát ezek kemény ellenfelek, mit nem mondjak. Már elég erős a csapatom, attól tartok. Fő karakterem sem elég erős. Bastila erősebb, mint én. Most mennyire misszelek, azt próbálom figyelgetni, de visszacsalátok meg sebzést se. Ajajaj, nem figyeltem, és kidobták Bastilát. Öreg hiba. Öreg hiba. De nagy. Sebzés, ajjajjaj. Erre már valami húzósabb kell.
Remélik a shieldek segítenek, aztán hajrá. Gyerünk. És sem valamit, valami ízét übert nyomja már. Nem tudom, mit improve sniper shot. Például. Bassz. Lehet ilyenkor szintet lépni? Azt hiszem engedi, hát akkor miért már végül is? Treat injury, igen. Treat improve force jump, nice sense, oké. Nézzük csak, mik vannak itt. Improve flurry. Az egynek még nem rossz. Egyszerűen, plusz egy attack bónusz, az se lenne rossz. Aha. Van itt egy-két egész jó cucc, ez mi is? Exit Master Views, aha. Ennyi lesz. Single Handed Weapon, erre gyúrok. Sajnos úgy csináltam, hogy előre használni. Hát igen, ez a kardovás az nem volt egy húdi Uber ötlet, mindegy. Hát, legyen ez. Nem tudom. Az állalom, hogy valamit variálnom kell, mert ez így nem működik az a helyzet, sajnos. Én most kapok bónuszokat ugye az egykezes harcra, szintlépésből is. Hát, ha segít valamit. Ha most jobban bírtam ezt az elementál sebzést. Tudjam eddig. Gyerünk, gyerünk. Jó, hát már csak órák kérdése. Nyomom kell majd egy shield, mert nincs is már advanced nettek, meg kitem, ja, nettekkel, igen. Jaj, de jó. Nem Sonic, hanem Iron Granite. Szerintem ez engem nem bánt. Kipróbálok egyet. Na, na. Aha. Ez valóban, vagy nem sebzett, vagy nem sokat, és hatásos dologra kellem, úgyhogy... Hát ezt előbb is megpróbáltam volna. Hát ez ugye a szégyen volt a csapatom történetében, gyalázatos csata. De végül is túléltük, az a lényeg. Úgyhogy nézzük is. Nézzük. Inkább mentsünk egyet, mielőtt nézünk bármit, igen. Attól tartok, megint csata fog következni. És elég hülyén. Ez. Ja, valami táborozás hotkit kerestem, hogy van ilyen ezt, hogy hoppá. Egy R-t nyomtam, és úgy tűnik elkezdtünk beszélgetni. Jó, nem mondott semmi újat. Azt hiszem, hogy valami újat. Érdekel valami? Ennyire látszó lenni? Nem kéne meglepődve legyek a kötelékünknek hála. Igen, szeretek valamit kérdezni, ha megengeded. Kérlek, folytasd. Figyeltek, téged, mint együtt vagyunk. Igaz szolgálja vagy a fénynek, vagy a jó oldalnak. Követel a tanításokat. Sötét oldalcsábítás ellenére, olyan kevés tréningnek után is. Neki mindig egy konstans harc volt ez. Nehéznek találta te is ezt? Számodra az olyan könnyűnek tűnik, vagy ez csak egy illúzió? Az első azt mondja, azt teszem, amit helyesnek gondolok. Második, ez is egy küzdelem számomra néha. Vagy nem is nagyon gondolkodom róla. Nem is tudom, miért lenne egy jó válaszfiatás, vagy a második nyilván, de eléggé határvonal. Azért ez is egy küzdelem néha, mondjuk azt. Jó azt hallani. Sosem találtam könnyűnek a Jedi utat, és jó tudni, hogy nem vagyok arra egyedül. Mindig nehéz volt leküzdenem ugye rossz dolgokat. Gyors haragú volt, hűtlen haragú, stb. Mindig a lámat, hogy majd Darth Malakot személyesen ugye szembenéz vele, stb. És majd megöli és megállítja a halált és pusztítást. De, és ugye arra gondolom, amit okoztak a szitek, olyan dühös lesz.
De ezek ugye sötét oldalra vezető érzelmek sajnos, mint ahogy ő is tudja. Lehet azt mondja, hogy azt mondod, hogy nem hiszed el, hogy a sötét oldal ugye úgymond a felemészt, vagy hát valami ilyesmi. Úgy gondolom, hogy az, ennek a sötét dolognak, ugye gonosznak az elpusztítása, az, az megéri. Akkor bíznod kell a Jedi Code tanításában, Jedi Codex, vagy tök mindegy mi az tanításában. Vagy úgy tűnik, hogy megvannak a saját démonaid, amikkel meg kell küzdened. Ez a Jedi kódos az nagyon bullshit válasznak tűnik, már elnézést. Az utolsó az talán egy kicsit személyesebb. Hát nem is tudom. Igen, azt hiszem, hogy megvannak ezek a démonok, ugye. Egyrészt azt gondolja, hogy megérni, elpusztítani őket. Bármi is a következő, inkább nem tudom, nem maradtam róla. Mert csak arra van, hogy olyan gonoszszá válhatni, mint Marek, de nem, ez nem lehet, stb. Nem is kéne egyet kérdezni. Az ritualitások tiszták, egyértelműek. Ki ő, hogy megkérdőjelezze őket, ugye? És... Hát igen, végül is ilyesmi. Only to question them. Try and make you... Igen, tehát ugye az, hogy ki ő, hogy ezeket megkérdőjelezze, és ezen túl, ami még rosszabb, hogy ki ő, hogy ugye hát bennem is ezeket a kérdéseket úgymond feltegye. Tehát ugye kétséget úgymond tápláljon, vagy ültessen belém. Veszélyes gondolatok. Kérlek, felejtsd el, hogy valahogy is ezeket megemlítettem, térjünk vissza a küldetésünkhöz. Egy gyerekes kis párbeszéd volt Bastilával. Örülök is neki, mert addig feltöltődött az erőpontunk. És tudunk most szépen gyógyulgatni. Már érdemes volt. Volt egy kis sztori is. Na, és akkor most azt mondjuk, hogy ismét mentés. Mondd-e mást még, Bastila? Na. Nem igazán. Erről pontom az nem sok marad, de én úgyis csak hílelgetek, csak idézőjelbe. Persze. Nézzük. Au, 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 au. Ezt nem hiszem el. Két ilyen droid megint. Na jó. Vizéval kezdem, egy ion gránát, oda. Mission, te is dob egy ion gránátot oda. Aztán... aztán a shieldet kell felnyomnod, így van. Aztán lőd meg. Bastiát, nyomjál valami csapat Uber cuccot. Improved resistance mondjuk. Aztán egy shieldet. Aztán mondjuk egy dizélve droidot, aztán üssük. És akkor reméljük, hogy ki tudjuk ütni ezt a droidot időben. Nekem is kéne valami, és akkor hajrá. Azt mondtam, hogy mi sem érsz át oda, ennyire. Az egész jól érzi magát. Dobjunk, hanem még egy gránátot dobjunk. Mi nem sebez minket. Hát, talán egy picit erősebbet, nem tudom. Csak aztán tojdod gyorsan, mert lőjük már ki. És nem hiszem, az utolsó kb. 10 élet erejét, jó, azért már több, de iszonyú nehéz leütni. Veszeg a fegyvereink nem igazán sebzik, olyan rezisztje van. Szép volt, hogy lecsaptátok be azt, csak robotot kéne előbb. Gyerünk már, könyörgöm, hát. Na. Na végre, és akkor rá... Ion gránátból, hát minimum kettőt dobjunk. Ezt a meglátjuk. Én mit csinálok? Már elnézést. Köszönjük, hogy meghűlt a karakterem. Úgy tűnik ezen az ion gránáton kívül mással nem nagyon tudok jól sebezni rá. Aha, picit mint a sebezni engem is, de inkább a droidot. Ion gránátból azt hiszem, hogy fel kell szerelnem magamat, most elhasználtam a készleteimet, az a szomorú helyzet. Bastila, neked van skilled a droid ellen, ugye? Mint hogyha használnád például.
Ja, hogy akkor rögtön nyernénk, elnézést, igazad van. Akkor ne használd. Látszik, hogy ezek kell egy kis irányítás a csapattagoknak. Nem fogják maguktól azért a végletekig optimalizálni a csatát. Ez az ajtó, ez nem egy ajtó, szuper. Érzéki csalódás. Nem egy Elder Scrolls, mit nem mondjak, ugye, szabadságot tekintve, de hát na. Nem is igazán lehet őket összehasonlítani. És akkor megint mentünk egyet. Fú, mi van itt? Srácok, ezt miért nem törtük fel a terminálnál? És itt már akarunk halni? Jó, szerintem itt egy karakter átfut. Mint nekem lett volna olyan maszkom, hogy ilyen poison ellen immunis vagyok, ugye? Ez úgy csak. Szerintem Avernus. Ha lett volna olyan maszkom, amit vagy leraktam, vagy eladtam, vagy másnak adtam oda szerintem. Nagyon jó. Vagy ez volt az, várjunk csak. Aha, lehet, hogy ez volt az. Immunity Poison. Aha. Na. És akkor szóló mód, ugye? Igen. Hát lássuk. Ajaj, ez nem jött be. Fú, ez nagyon nem jött be. Nagyon nem jött be. És pont Mr. Bénát küldtem ide, aki én vagyok, hogy feltörje a gépet. Nagyon jó. Igen, Steam Control, igen. Erről beszélünk. Igen, Deactivate, jó. Hát ez az, amire valószínűleg nem is lesz Spike-om. Még talán úgy sem, hogyha az a baj mission küldöm át, két ilyen computer spike-om volt, most már. Még ha egyből fel is töri a másik egyből, nem hiszem, hogy meg tudja csinálni. Ez elég szomorú. Jaj, Istenem. Ez majdnem olyan fájdalmas. Ez majdnem olyan fájdalmas volt, mint amikor az inventory-ba kerestem a Morrowind-ba a cuccokat, amik ott voltak az óra mellett. Úristen. Aha, szóval kikapcsoltuk ezt a szerkezetet, és ez azért tök jó, mert egy zsák utcában vagyunk, ami semmire nem jó. Ez most komoly. Miért? Aha, és az előbb feltörtem a számítógépet, és ha újra belépek, újra fel kell törnöm. Na, már elnézést, ne. Ne már. Ez hagyjak inkább. Én erre nem is adok semmit. Ezt nem is értem, hogy ez itt mi akart lenni ez a terem. Opa. Azt nézem meg, hogy biztosan... Computer room. Aha, tehát valószínűleg úgy, hogyha itt betörtem volna rögtön balra, akkor sok mindent ki tudtam volna kapcsolni, mint például azokat a Mark 4-es droidokat, amikkel megszemettem, gondolom én. Már az idefele volt már? Lehet, hogy idefele volt, hát akkor meg nem tudom. Fasz, más random dolgokat kiíthatottam volna. Mondjuk az elején is volt egy számítógép, ugye, ott is elérhető volt egy csomó dolog, tehát lehet, hogy... Hát ennek mégsem volt annyi értelme, mindegy. Az lényeg, hogy megoldva, a datapodot megszereztük, úgyhogy mi is innen igazából. Most már manáról is el akarnék húzni, nem hogy a szintbázisról. Menjünk már a manáról, mondhatnám nagyon-nagyon szellemesen. És akkor ezt idézőjelbe tettem, és iróniával értendő. Oké, hol is vagyok? Nem, mert ez itt a kijárat lesz, ugye? Aha, na az, amit mondtam, hogy szerintem itt kimegyek, és valami csúnya dolog fog engem várni, hogy... Na, tippeljük meg, a szálkátok azt mondják, hogy megbontottam a békét, és mindjárt elítélnek, és kinyírnak, mert a szitek betettek, alám tettek, úgy mondjam. Nézzük meg, bejön a számításom. Majd szerencsém lesz, és csak simán kisétálok. Esetleg a szitek letámadnak. Na, melyik verzió? Igen. Esküszöm, nem emlékezetből mondtam, bár valószínűleg mivel nagyon régen végigjátszottam, inkább mégiscsak ilyen tudatalat megéreztem, vagy emlékeztem rá sajnos. És igen, letartóztattak valószínűleg. Micsoda? Miért? Miért tartóztatnak le? Megsérültem ugye a Sith birodalomnak a
az ilyen területi, nem tudom milyen egység, és akármit, stb. És hát fegyverek és robbanások voltak itt. Nem értem, miről van szó. Hanem vászoltak a nagykövetségről, és hát felvették, ahogy elkezdtem itt harcolni, stb. Amikor az gondolják, hogy megzavartam itt a békét, blablabla, letartóztatok, és kb. Elítélnek, jaj, de jó. És a többiek megtanulók lesznek, nem tudom. Oké, nájak ellen. Hát, ez szomorú. Ez bizony elég szomorú. Au. Valász vagyok, és én vagyok a te gondolom, kihallgató tiszted. Nézzük. Aha. Vagy az ügyvédem? Akkor bocsánat, nem tudom. Azt mondja, igen, mert nem tudtam igazán ezt az árbitert, hogy micsoda, azt mondja. Kérdezzük rá. Igen, aki véd téged, mielőtt a bírák előtt védnek, ugye vagyok. Megpróbálja meggyőzni őket arról, hogy nem vagyok ugye bűnös. Azon elkövettem. Nincs szükségem arra, hogy bárki képviseljen. Mivel vádolnak, mivel vádolnak. Erőszakos cselekedetek kezdeményezésével a Sith nagykövetségen. Gyilkossággal ugye a nagykövet, Sith birodalmi nagyköveteknél. És hát az ő meggyilkolásukkal. És a Atos City törvényének ugye figyelembevétele, vagy hogy mondják ezt, na. Igen, nem tartom tisztelve a törvényeket, már ez a lényeg. Ez mind a Sith-ek hibája, mit tehetek, vagy... Hát nem is tudom, mit tehetek, ne. Kérdezne párat, jó? Kapott párlatot már a helyzetről. Miért léptem be a nagykövetségre? Volt engedélyem belépni. Aha, hát ez elég furcsa, de mindegy. Mi a kapcsolatom a Sith-ekkel? Igen, ez a semmi kapcsolatom nincs velük. Annak velük kapcsolatban a második. Egy misszióm vagyok, hogy megállítsam őket. Ugye elfoglalják a galaxist. Vagy akár látok egyet, kinyírom őket. Jól van ez. Valószínűleg a bírák ezt sokra értékelnék. A második az igazság, ellenben az elsőt mondanám. Hát nem is tudom. Ugye pártatlanak kéne lennem elvileg. Kicsit szkeptikus, igen, ahogy a bírák is azok lesznek. Na mindegy. Most ennyit kérdezett. Oké. Okay. Hát ez szuper. Bizonyítékom van rá, hogy a Sith-ek gonosz dolgokat műveltek. Igen, és mi lenne az? Ez a datapad bizonyítja, hogy elrabolták a szákat, fiatalokat, ugye? Ó, hát ez nagyon felkavaró, rossz, ugye? És hát ezt azonnal a bírák elé viszi. Reméljük nem ítélnek el. Igen, sok Sith meggyilkolással vádolnak, és nagy értékű károkozással a Sith nagykövetségen. Azt gondolom ez, amit hozok felvédem, mert nem tudom. Vagy... Aha. Nem vagyok bűnös. Bűnös vagyok. Ha. Azt mondja, ez nem tudom mi ez a plead, ugye. Nem vagyok bűnös, ne. Shelkar, Yosha, Nanashekan, Kota és Dula ők a bírák. Baszik, most elég jól kell válaszolnom, valószínűleg szóval ennyi gond. Jó. Blablabla. Tehát nem vallottam magam bűnösnek. Ellenben ugye robbanások rázták meg a megkövetséget és... És mi ez, na? És tűzharc volt, ugye stb. Látták, hogy beléptem és hagytam a nagykövetséget. Minden elértő bizonyíték alapján úgy tűnik, hogy én voltam a forrása ugye ennek a káosznak. Hát mi a magyarázatom erre? Miért voltam ott? A Sith-ek becsaltak. A köztársaságnak dolgoztam. A szákat fiatalok eltűnés ügyében nyomoztam. Sith-eket tudok, érted? Egyszerű. Csak véletlen volt. Itt van ez a datapad, ami bizonyítja, hogy nem jók a Sith-ek. Jó, ugye ez nem magyarázat arra, hogy mit kerestem én ott, tehát
a Szelkát fiatalok ügyében nyomoztam, hát persze. Úgy gondolod, hogy van valami köze a sziteknek az eltűnésekhez? Úgy, hogy nálam van az a bizonyíték, nem lenne itt, nem tudom, mit csinálnék most. Biztos csak valami pekkákra figyeltem, meg stb. Valószínű. Van-e bármi bizonyítékom, hogy a szitek benne voltak? Bizony van. Aha, több is van. Van egy token, ugye, amit egy halott szelkaton találtam, meg van ez a datapad, a datapaddal kezdjük, talán az meggyőzőbb. Új bizonyíték. Hát ez elég... elég rossz hír, ugye? És kicsit visszavonulnak és megvitatják ennek a bizonyítéknak a jelentőségét. Azonosították, hogy igen, ez egy valódi datapad, és megpróbálták kijátszani a Manani hivatalokat, a szitek, ugye a vezetést. Ha hálából, mivel ezt felfedeztem, ezt a szörnyű támadási kísérletet, ezért dobják, ejtik a vádakat ellenem. Jó, tehát a szitekre most nem voltak a szelkát törvények védelmem, és nagykövetségüket is úgymond, nem tudom, most kitiltanak oda mindenkit, nem értettem pontosan, mindegy. Lényeg az, hogy szerencsére megúsztam. Hú. Hát ez azért meg volt. Rosszabb is esvetett volna. Ugye itt mindig adódnak ugye az újabb végjátszásnál a lehetőség, hogy mik történhetnének még. Mondom valamit még ez a főbíra. Köszönjük, amit tettem. Bármit tudok, tudom mit tenni, akkor hajrá. Van itt egy csillagtérkép ebben a világban. Nem egészen, és hát nem biztos benne, de van nagyon sok szép hely, meg bla bla, igen, töre-töre. Nincs több kérdésem, jó? Tehát menjünk vissza ugye a köztársasághoz, amiért az egész tortúrán ugye átestünk, mert nekik csináltuk ezt a küldetést. Holding cell... de jó, ott voltam az előbb. Assigned leave. Nézzünk be a cellákban, van ott most valaki, vagy valami? Szelkatok. Hú, hát ez bizony fight. Szelkat őr, hát ez nem is fog beengedni. Igen, opá. Hát most innen működik. Ne is erőltessük. De jó, hogy majdnem lecsukottam magam. Mondjuk ez is ugye érdekes, hogy leírtottam a fél szitmányi követséget, és mivel bizonyítottam, hogy gonoszak és milyen terők voltak, így hirtelen tömeggyilkosság vágyalól felmentetek, mert ugye az végül is az betörtem egy nagy követségre, és legyilkoltam ott a sziteket, ezt azért elég necces kimagyarázni. Docking Bay, szerintem az akkor a keleti régió lesz. Port Official, ez nem hiszem, hogy ez. Nézzünk át akkor a másik oldalra. Ez egy kicsit fájdalmas volt ez a küldetés. Azt hiszem, délre mutatja, hogy ott van valami érdekes. Szerintem, hogy itt a pálya részek, amik között teleportálok, valószínűleg ez egy másik szakasz. És csak úgy átmozgat egy ilyen nagy mapon, talán nem tudom, érdekes. Itt is tessék. Látszik valami. Miközben megnézem a mapot, nincs itt semmi. Mindegy. Itt valami folyik, vagy ez már folyt eddig is? Nem, oké. Okay. Jó, felmegyek. Tech Shop, Visitors Hotel, Republic Enclave szerintem akkor. A nagykövetség is az nem biztos, de talán ott voltak, akikkel beszéltem. Ezek a szlákatok például köztársasági ruhában voltak, egy ruhában. Azért is érdekes, mert ők ugye elég semlegesek. Bár ahogy csatlakoztak a szitekhez, igazából ide is tudnak csatlakozni, vagy legalábbis mi is voltas. Na, meghoztam az Uber datapadot, jó? Úgyhogy ide a cucca. Igen, itt van, és majd lecsuktak érte. Na, úgy tűnik, hogy nem törték fel, úgyhogy nem fértek hozzá tartalmaz a szitek szerencsére. Aha. Most pedig beavatnak a dolgokban, úgy tűnik, megbízható vagyok.
Szitek el harcolunk, igen. Elég rosszul állunk. Mindenre szükségük van, amit csak lehet, meg győzelmet hozhat. Manon az egyetlen forrása a koltónak, ugye a legerősebb ilyen gyógyító anyagnak. És hát őszintén szóval minél több van belőle, annál jobb, és hát annyi kell nekik, amennyi csak lehetséges beszerezni. Aha, értem. És igen, igen a lényegre, vagy pedig mit tett, vagy mit tett a köztársaság lényegre. Igen, ugye a sziteket és a köztársaságokat egyedül ítélik meg a szálkatok, konzervatívak. Viszont talán néhány szálkat, aki hosszabb távon gondolkodik, az megérte, hogy miért kell megállítani ők a sziteket, úgyhogy egy úgymond titkos egyezményt is hoztak létre, gondolom én. Ez elég veszélyes ügy. Igen, tudom. De a szátorok számára ugye a nyereség nagyobb lehetne a kockázat. Hoppá, titkos járatot csináltak, ahol elkezdték kitermelni a forrástól a koltót közvetlenül. Nem sok mennyiséget vesznek ki pluszba. Úgyhogy ez ilyen veszteségen belül marad. Valamiféle dolgot találtak ott, egy ilyen ősi artifektet talán az én Star Map-en, amit keresek. Megszakadtak a kapcsolatok és nem hallottak a bázisról semmit. Miért nem vizsgáltatok ki? Jó, hát hagyjuk. Hát, mi történt? Mi történt? Nem tudják. Elég sok zsoldost toboroznak. De ők más célt szolgálnak. Akkor vesztették a kapcsolatot. Küldtek egy csapatot le, de nem tért vissza senki. Próbáltak toborozni embereket. De ők sem tértek vissza. Akiket még leküldtek, ilyen zsoldosokat. Ki kell találni, hogy mi történt. Visszakapták az adatokat. Úgyhogy nem tudják meg azt hittek, hogy mit csinálnak ugye, vagy miről van szó. Jó, hogy jutok le? Aha, utolsó engedelemmel előkészített egy tengeralattjárót, amivel át tudok menni. Le fog rögtön vinni, szuper. Küldenem katonákat is, de olyan sok volt a veszteség, és kimerültek ugye itt az ilyen források, hogy nem igazán tud már kit küldeni. És elkezdték ugye toborozni előlük is a katonákat. Menjek találni, ki mi történt. Talán vannak még túlélők, főkutató, Konon nem, vagy ki tudom, mindegy. Jó, innen nyílik majd ez a submarine. Tengeratjáró lejáró, izé valami. Restricted access, remélem, hogy ez lesz az, és végre le tudok menni. Nagyon szuper. Na, egész jól néz ki, egész kis pofás. A nabus tenger alatti valami ugrik be jelenet, nem mindegy. Ez nem is a boom volt, tök mindegy. Oké. Jó, hát szerintem akkor elérkezett az idő, itt a résznek a végére értünk. Nem is folytatnám tovább, úgyhogy a következő részben akkor a tenger alatti kalandok és a Star Map felkutatása, illetve a mi történt a tenger alatti koltóbányászat közben a köztársasággal című részt láthatjátok majd. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!